Az ember életében, mikor vannak fontos pillanatok és döntéshelyzetben van, akkor azt gondolom, hogy mindig elgondolkodik, rágódik rajta, és számomra ez egy fontos pillanat volt. Természetesen én is sokat gondolkodtam rajta. Nagyon sokan felhívtak, barátok, ismerősök, mikor ezt szóba került, illetve személyesen is megkerestek, és nagyon sokan mondták, hogy eszedbe ne jusson. De ez tényleg így van, a viccet félretéve. Ugye sokan, sokan aggódnak, ugye, hogy az ember valamit elérte ebbe a labdarúgásba, és sokan kérdezték, hogy nem félek attól, hogy lerombolom azt, amit eddig felépítettem. Én azt gondolom, hogy azokat az eredményeket már megszereztük, nem lehet elmenni az embertől, és ha az ember így gondolkodna, akkor sose vállalna semmiféle feladatot. Én ezt a feladatot most kihívásnak értem át, élem meg. Számomra mindig megtiszteltetés a DVSC vezetője, edzőjeként dolgozni, és aki is meg tudja, hogy nekem mit jelent Debrecen városa és a Loki, és ezért döntöttem úgy, hogy elvállal most ezt a feladatot. Nem lehet még elvárásokról, célokról beszélni, a keret összetétel még képlékeny, lesznek távozók, lesznek érkezők. Én azt gondolom, hogy célokat, illetve reális célokat kell mindenképpen majd megfogalmazni a keret ismeretében.